Hello, hello, mindenkinek, én Stone vagyok, és ez a Planet Base következő része. Mindjárt betölt, és be is adott. Folytatjuk onnan az előző részt a bajtuk. Hol hagytam abba? Szóval, hogy aznap egyszerre három részt forgattam le. Szóval az a nap van ugye, ahol maradt az ilyen Planet Base nap, mikor mindent megcsináltam. És nem tudom, hogy azóta mit akartam. Mert nem néztem vissza az utolsó videó pár percét. Igen. Na, azt tudom, hogy az orvosi készletben elkezdtünk jól állni. Energiaprogram, tényleg energiában voltunk most így kicsit megfeszülve, hogy kell még egy energia a tárolóhoz, vagy egy fém, illetve a következő energia ellátót kezdtem el üzembe helyezni. Vízügyileg jól állunk, kolonisták jönnek folyamatba szépen, munkás tökéletes. Orvosi cuccokban jól állunk, kaja, na igen, kaja. Ja igen, itt már elkezdtem megoldani a következő adag kaja ellátási dolgot. Kellett. És ez szóval nem tudom, hogy mit akartam megcsinálni. Hogy állunk, fél napnál vagyunk, és minden energiaforrást, vagy minden tárolót fel tudunk tölteni, ez így nagyon jó. Akkor igazából erre nem is feltétlenül lenne szükségünk egyelőre, úgy vagyok vele. Bár hogyha minden bekapcsolok, akkor valószínűleg lesz akkor a fogyasztás, hogy nem tudok mindent feltölteni. A plusz napelem nélkül. És ide már kellene még egy fém, ó, meg is van, jó, nem szóltam, semmit sem. Kellene egy javító alkatrészek, ehhez viszont marha sok fém kéne. Marha sok fémünk jelenleg nincs. Viszont jött egy kereskedő, úgyhogy lehet, hogy lesz marha sok fémünk. Lesz ám. Adunk érte orvosi alapanyagokat. Ez mi ez? Ez se kell most. Illetve kettő orvos cuccot mondjuk. És egy kis pénzt kérünk. Így jó is lesz. Hat fém. Hat fém, mert igazából ezt majdnem teljesen fel tudjuk építeni. Ami egy nem kis előny. Úgyhogy ez a kereskedő most nagyon jó korriad, valamint kis pénzgyarapodás is meg lesz legalább. Meg is van ez a plusz tároló. Mondjuk éppen éjszaka van, szóval sem tudjuk kihasználni. És elég brutális módon fogy az energiánk. Öt kolonista. Kettő worker, ahogy látom. Gondolom most mennek elsőnek pakolni. Meg is esélyes. Na, annyira amúgy nem állunk szarul, ha azt nézzük, mert majdnem fél éjszaka elment, mire egyik kifogyott. Szóval, hogyha azt nézzük, szerintem háromból kihúzunk egy éjszakát, és még akkor mindig lesz négy. Jó, ha ezeket is bekapcsoljuk, persze nyilván jó volt, hogy fog fogyni, de nem baj. Amondom vagyok, hogy ezt így ki fogjuk bírni, most az élelmiszer ügyileg kéne valahogy stabilizálnunk magunkat, hogy még egy ilyen kisebbet legalább építeni. Mert úgy azért elég stabil lenne már a helyzetünk. És közben itt elkezdett helyreállni az élelmiszer, vagy az energia ellátásunk, olyan szempontból, hogy mindjárt kész lesz a következő energiaellátó, és élelmiszerügyileg kéne valamit alkotni. De van egy rakat élelmiszerünk, csak itt. És egyszerűen nem viszik oda időben. Amit lehet, itt lesz még egy étkező terület. Oka igazából egyszerű, mert itt is van termelésünk, illetve itt is lesz még egy kisebb biodóm is, szóval akkor ide is kéne más már egy kantin. Vagy nem kantin, hanem ilyen, nem tudom mi, kettő worker, illetve egy engineer még jött, szerintem leállíthatnánk most már a kolonisták kivetelét, mert végén nem tudjuk őket majd ellátni. És nézzük meg, hogy állunk, ide mennyi kell még. Ó, hozzák is az utolsó tökélet, és meg lesz a következő energiállátó. És akkor jöhetne mondjuk, ezeket mondjuk bele. Hamoréja, ha mit csinálsz? Én nem játszunk, nem mondták még? És ez kellene javító cuszli. Szóval akkor itt most annyit várunk, hogy ide legalább az egyikbe legyen fém, hogy tudjuk javítani a dolgokat. Ezt amúgy is megjavítja, ahogy látom. Akkor viszont elkezdjük bekapcsolni a cuccokat. Jól állunk. Oké. Okay. Jött még egy kereskedő hajó. Érceket, meg hát ilyen nyers anyagokat, meg pénzt hozott. Nyers anyagok szempontjából jól állunk.
Úgyhogy igazából én adnék el neki mondjuk kettő darab orvosi alapanyagot. Ez így jó lesz. És mehet dolgára. És plusz ezzel együtt már elég jól fel tudjuk tölteni az összes tárolónkat. Szóval ismételten jól állunk. Na de akkor nézzük csak. Ezt megvárom, hogy ide még jöjjön egy fém azért. Lesz itt valószínűleg minden gyorsabban fém. Valamint mekkora a fém termelésünk? Jelenleg nulla, körülbelül. Oké, akkor jöhet a biodóm elsőnek. Elég hosszú időre el tudnál látni a bázist, az tény. Egyefene. Ez így elég hosszú időre el tudja majd látni a bázist, csak még megépül, az lesz egy kicsit hosszabb idő. És kettő emberem kicsit kiesett a munkából, kettő worker, de van elég orvosi cuccunk, szóval nem lesz ilyen szempontból szerintem baj, csak az orvosoknak kéne valamit művelnie. Jó, az egyik már megy, a másik pedig nem tudom mit csinál, vagy a másik is megy, nem szabadult meg úgyse. És ennek a milyen fenének, biodómnak a középső részét az valószínűleg ilyen fákkal építem ki, hogy egy kicsit jobban nézzen ki a környék, mert most már rámehetünk az esztétikára is. Így, hogy most már minden be van kapcsolva, és szerintem 3 fog lemerülni maximum. Ha biodóm is benne lesz, akkor már egy kicsit jobban fog merülni, de akkor is ki fogjuk bírni energiaügyileg, szerintem. A folyosókra már meg lesz a nyersanyag. Miért vagy ennyire szomorú, pityukám? Ott a kocsma. Jó, mondjuk kellene most már nekik egy fitness rész. Ezt aláírom, hogy az úgy kellene. Ufó, full úgy néz ki. És bekapcsoltak a napelemek, és hát ahogy látom, elég jól állunk, szóval kettő darab teljesen kimerült, és majdnem a harmadik is teljesen kimerült, de meg akkor is 4 pluszunk maradt, szóval amúgy vagyok, hogy bőven bírjuk ezt egyelőre. És nézzük, hogy állunk nyersanyagilag. Élelmiszerünk az kell stabil lenni, úgyhogy még ez benne sincs a következő biodómunk. Ne zuhanyjál itt. Vagy akkor legalább lézerre valaki dolgozzon nekem. És vízügyileg kezdenek gondok lenni. Yep. Vízügyek elég durván kezdenek gondok lenni, szóval a vízellátással is valamit kéne alkotni, és jött egy kereskedő hajó. Azt így leszniper-oltad, szép volt. Na, kereskedő hajó hozott nekünk fémet, bioplasztikot, javítolgatrészt, fegyvert, pénzt, illetve ilyen masszív raktár fejlesztés. Tehát ez egy kicsit drága lenne egyelőre nekünk, de fémet azt megvenném, mert arra most nagyobb szükségünk lesz, ugye a kinti vízellátós részlekhez. És nyersanyagok úgyis úgy állunk, hogy bőven megengedhetjük magunknak szerintem. A többit kifizetjük pénzből, illetve egy kicsit belesegítünk orvosi cuccokkal is. Így jó lesz. Ennek a részlegnek ugye a belső, ennek a részlegnek a belső fele ugye a fákból lesznek, egyik része kettő orvosi cuccot fog még tartalmazni, vagy hát orvosi részleget, másik része bioplasztik alapanyagos, másik kettő pedig szimplán az élelmiszeres. Szóval ez egy ilyen multifunkcionális teret fog képviselni a bázisunk életében. Wow, de szépen megfogalmaztam. És itt jó lenne ezt összekötni, de akkor ez egy kicsit sok minden lebontásával járna, úgyhogy nop. És most lett elég sok fémünk ahhoz, hogy ezt befejezzük, illetve szerintem a biodómot is ennyiből már, ja, ennyiből már be tudjuk fejezni a biodómot is. Élelmiszer kell ide még valamit esetleg így az élelmiszer ügyében tenni. Ez több automata mondjuk jó lenne, de nem feltétlenül talán. Viszont amondó vagyok, hogy ezt pontsátok le. Kicsit átalakítjuk így esztétikailag a dolgokat. Olyan szempontból, hogy így. Ó, és oda is tudnék rakni. Az jó, szép is lenne. De nop, inkább így oldjuk meg.
Ez a fullon csak az esztétika, szóval semmilyen egyéb dolgot nem fog tartalmazni. Vagy sem egyéb oka nincs annak, hogy itt átalakítom. Lehet, hogy ide majd egy-kettő kaszt még berakunk, hogy boldogságot azért növelje. Ahogy látom, elférne. És hát bioplasztikunk meg szerintem úgyis van elég sok, bár az orvosi részleg azért zabálja. És ahogy látom, pont bioplasztikra lenne szükség, valamint itt az elég sok van, és nincs elég fém. Ja, már megcsináltatok a víz ellátó rendszert. Vízellátóban valószínűleg fog kelleni még egy ilyen nagy, ugyanis hát ezt itt telenyomni körülbelül kettő darabnak az ellátásába fog kerülni, főleg így, hogy ennyi kutunk van. Valamint lehet, hogy a hús ellátást is valahogy meg kéne növelnem. Bár az ügyben igazából nem állunk szarul, szóval nem annyira muszáj. Még nem tudom, hol van a hús. Ja, hogy a hússal is spóroltak, oké, értem. És jött egy kereskedőhajó. Alap dolgokkal, illetve konstruktőr droid, arra nincs szükségem. Ellenben az orvosi cuccokat, illetve, sőt nem is az orvosi cuccokat, hanem így ezt a orvos cuccot megtartom, arra még szükségem lesz. Így jó lesz, akkor veszünk egy szerencsétlen kaját is, hogy pénzben nehogy az legyen már, hogy bukolgon amennyit is. Ez amúgy rohadt jó kereskedelmi, arra úgy vettem észre, ez a semi-konduktor. Csak azt nem tudom, mire használják egyáltalán. Mert azt tudom, hogy a fegyverhez szükség volt rá. De azon kívül egy szerencsétlen fémre még itt mindig szüksége lenne. Valamint kellene most már javító tuszli. Itt igazából engineer most dolgozhatna az ügyen, mert nyersanyagok vannak ott benn. Igazából az ércekkel vagyunk hiányban, most úgy vettem észre. Azt mondja, miket érsz? Ja, látom, oké. Viszont a mondom vagyok, hogyha csinálok még egy ellát, vagy még egy ilyen értványát, akkor ez valahogy ide kéne. Viszont értelmét nem látom, ugyanis hát nincs elég emberünk itt se. Szóval ezek be sincsenek annyira emberek, hogy megérje. Jó, a területnek az oxigén ellátásával mindjárt megoldódnak a gondok. Valamint az a folyosó részleget igazán megcsinálhatnám valaki, de hogyha oda mész, akkor meghalsz. Thanks. Nézzük, hogy állunk vízügyileg. Tökéletesen. Ez a terület egyelőre csak áramot fogyaszt, nem sokat, de fogyaszt. Elsőnek mondjuk legyen mind a kettőből. Ez most tényleg csak az esztétikai részlege. És akkor kezdjük el az élelmiszer gyártást. Valamint a bioplasztik gyártással is kéne foglalkoznom most, így ezzel lendülette. Ez soha csak nyersanyagba fog nekem fájni, de szerintem megéri. És akkor még egy tartalék részleget itt hagyok. Valamint egy vízellátót is még kell építenem, mert ez most egy kicsit nagyobb beruházás lesz. Egy ilyen mennyit fogyaszt? 3-at. Szerintem ki fogjuk bírni akkor. Az esztétikai részleg az kész. Hú, de szép fenyőfák lesznek. Élelmiszert ezt elkezdtük megoldani, lesz gyógyszerünk, bioplasztikunk, illetve rendes kajánk is. És akkor ide már csak egy milyen fog kelleni nekem. Közben jött egy kereskedőhajó. Orvosi cuccot, maximum. Így. És akkor itt igazából minden meg lesz, és akkor kell ide majd építenem egy étkezőt. Vagy ide. Ide emelődött, akkor igazából mind a kettő itt lesz. És ezzel a kis részleggel a bázis élelmiszer ellátása szinte teljesen megoldódik.
hosszú távra, nem csak rövid távra, mint látható is. Már jól látunk élelmiszerügyileg, hogyha ezt most az egészet még bevetjük, úgy tényleg intenzíve, hogy már használjuk is, mert jelenleg még félig sincsen megteremve itt az élelmiszer, akkor már tényleg rohadt jól fogunk állni. Valamit rengeteg orvosi alapanyagunk lesz, ami nagyon jó kereskedelmi árucikk. Ezt meg valahogy ki kéne kötni a rendszerből ideiglenesen legalább. Mondjuk így ezen keresztül, és ezt kicserélni egy nagyra. De ez még majd a jövő dolga lesz. Valamit erre is már el kéne ezzel nem terjeszkedni, mert itt igazából marha nagy területek vannak előttem. Úgyhogy valószínűleg következőnek így erre fogunk eljönni. Kivéve itt egy étkezővel. És elkezdtek itt megteremni az élelmiszerünk. Hálók illetőgyileg, hogy állunk. Szerintem még mindig van elég helyünk. Bőven még nagyon nem használjuk ki a kapacitásainkat. Vagyunk 35-en is okolja, hogy nem tudnak egyszerre annyian aludni, de egyszerre mindig nem is akar aludni, ahogy észrevettem. Javítolok a cészekben, hogy állunk. De miért oda viszitek? Jó, mondjuk talán ezt be tudnám állítani, de nop. Viszont építünk még egy oxigénellátót. Az oxigénellátó helyzete legyen mondjuk itt valahol. Elég egy kisebb. Egy kajáldát pedig rakjunk le. Szerintem elég lesz egy kisebb, mivel ott az a fő kajáló. Elég rakjunk le akkor így ide. Ezzel össze tudjuk kötni? Ó, összeáll. Na, akkor ez a kettő meg lesz. Ha ez megvan, akkor jönnek újra a telepesek. Bő 20 darab nyugodt szívvel szerintem. És nézzük energiaügyileg, hogy állunk, mert nem akarok ebből belebukni. Éjszakának mindjárt vége. Egyik az teljesen kifogyott. Másik az most fogy ki. Szerintem a harmadik is még kifogy, de még mindig akkor az lesz, hogy lesz itt 4. És a kereskedő hajó mit hozott? Orvosi alapanyagot, orvosi cuccot és pénzt. Egy orvosi alapanyagot eladok neki, hát azért mégiscsak valamiből kell kereskedni. Na, és nézzük, hogy állunk. Kezd kevés lenni a biológusunk. Mondjuk ezt megértem. Úgyhogy valószínűleg a következő fordulóban... Miből hány van? Igazából jó ez az elosztás. Amondó vagyok, jó ez az elosztás. Csak még jócskán kellenének emberek. Lehet, hogy kellene leraknom egy nagy leszállópályát, bár az rohadt sok energiát fogyaszt. Arra úgy emlékszem, az 30-at azt hiszem. És előre 121, akkor 151-re felmenne a fogyasztás, ez egy kicsit mások. Mindjárt megvan itt a kabonásunk. Valamint itt is a folyosó részleg már hamarosan meg lesz. Ide meg egy szerencsétlen bioplasztik fog kelleni már csak. Hova kellene ez? Köszönöm, hogy megmutattad. Milyen gyorsan... Én kérek elnézést. Dolgzik ez. Élelmiszerügyileg marha jól állunk, finoman szólva. Gyógyszerügyileg pedig, hát abból is marha jól állunk, ugyanis most kezdenek el leteremni az itteni gyógyszerkészleteink. És Artu beszart. Pelenkát a robotra. Jó, az élelmiszerellátó készletünk 100%-ig elkészült. Most már csak ide kéne még egy oxigén. És akkor itt is meg lenne a tökéletes oxigénellátó területünk. Ha ez meg lesz, akkor jöhetnek ismételten a telepesek. És ide kéne a javítás, már látom meg oda. Jó, akkor viszont minél gyorsabban kellene javító cuccok, mert ha ezek beszarnak, onnantól kezdve nem tudjuk fenntartani a bázis energiaellátását. Bár szerintem ez meg lesz. Főleg, hogy ide már csak bioplasztik kell, és akkor azt már csak oda viszik. Mondjuk ilyen szempontból kicsit kibasztam magammal, hogy feldolgozók azok ugye itt vannak. Innen áthozni a sok bioplasztikot, de jó Isten. Jó, ez a rész itt remélhetőleg mindjárt elkészül, egy engineer kimegy és akkor megcsinálja itt a dolgokat nekünk. És marhára sok javító alkatrészre lenne szükségünk. Ellenben az élelmiszerre, amiből van egy rakat.
Viszont abban gondoljuk, hogy akkor jöhetnek is ismételten a telepesek, mert az a helyet mindjárt elkészül nekünk. És annyi idő alatt 5 nem fog még jönni szerintem. Ha meg igen, az se gáz, mert már itt jön az engineerünk. És jött egy kereskedőhajó, aki jóformán mindent hozott nekünk. Ez a bányász robot, ez olyan szimpatizáns nekem. Farm Dome patent. Ez is olyan hasznos lenne. Mennyit kérne érte? 640, ez már sok. Az már úgy nagyon sok, úgyhogy ezt a droidot én megvenném. Bioplasztikot egyelőre vennék, mert most több helyre is szükségünk van rá. Illetve akkor az orvosi alapanyagokkal fogok fizetni ezért az egészért, és ez a személy valamiért, személy valamivel, és rengeteg kajával. Most jóformán csak kajával fogunk fizetni. 30-ig levisszük a kajakészletet nyugodt szívvel. Akkor egy kicsit tovább. Így jó lesz, és még ők fognak fizetni. És ez így tökéletes. Úristen, mennyit fognak pakolni most az embereim. 3 napig ne számítsatok másra, mint arra, hogy oda-vissza fognak járkálni a raktárból. Azt meg építsd meg. Gyö. Oxigénellátásunk nagyon jól áll. Itt hogy állunk? Itt hogy állunk? Ide kellene még egy fém, ide egy bioplasztik és egy fém. Azt hiszem itt ezeket vesz, pont a bioplasztikot veszünk. És hogy állunk? Éjszaka van, 2 kifogyott, a 3. valószínűleg ki fog fogyni éppen, hogy de. Bár így, hogy ez a kettő most már be lesz kötve, így lehet, hogy ki is fog fogyni biztosan a 3., de akkor is rengeteg energiám van még tartalékba. Úristen, mennyit fognak pakolni szerencsétlenek. Ezt nem tudjuk összekötni, ó, de össze tudjuk. Akkor ezt a részleget is itt összekötjük egy. Riadó. Ugye hát napkitörés van, szóval jelenleg aki kimegy, az ott hal meg. Vagyis hát nem, mert csak sugárfertőzött lesz, amit én jó esélye tudok kezelni, úgyis 10 gyógyszerünk van. Van aki, ja, egy emberünk sugárfertőzött lett, ahogy látom. Egy munkásunk, van rá elég sok orvosunk, szóval nem lesz vészes dolog. Még eléggé világos van, szerintem mindig napkitörés van. És szerintem most lett vége, mert mintha már nem lenne annyira világos. Mert mindenki dolgára, és meg is gyógyítottuk közben. És jött kereskedő hajó. 2 munkás és egy biológus, tökéletes felosztás. Amúgy a kis robotunk, ami újság. Végél, jó. Arturo, vigyázunk. Én nem, az az építő robot volt, akkor ez CCPO. Ha ez a rész itt meg lesz, akkor azért eléggé meg fogjuk gyorsítani itt a dolgok kipakolását, mert mégse kell ekkorát menni körbe, hanem itt közvetlen tudjuk hordani a dolgokat. Bár itt igazából csak hús van, meg gyógyszerek, amik hát pont nem kellenek. Olyan szóval, mondjuk gyógyszert azt mondom, hordhatnak ki, de a rendes kajánkat az pont innen kell a biodomokból. Hú, basszus, mennyi hordádroidra lesz nekem szükségem. A robotgyártása úgy néz ki, egy kicsit jobban rá fogunk állni. És egy olyan 40 darab hordádroidot veszünk, vagy csinálunk, mert hát finoman szóval brutálisan megáldott minket az Isten olyan szempontból, hogy rengeteg a kajánk. És nem tudjuk ellátni egyszerűen biológusokkal a helyzetet. Túl sok a túl sok az élelmiszerünk, élelmiszert gyártunk biológusok számához képest. Hát oké, hiszek én neki. Akkor meg lesz itt ez a folyosó, meg lesz itt ez az élelmiszerrel, vagy étkező, jött 2 biológus, hú, de ennek örülök. Ez a rész itt meg lesz, bepakoljuk el a dolgot természetesen, és utána ide jöhet egy robotgyár, szerintem, sőt, igazából kéne egy multidóm is. Leszarom most a multidómot, robotgyár. Hova? Hát jöhet ide mondjuk, ez itt szerintem egy jó hely. Közel a feldolgozókhoz. És kereskedő hajó, oké.
Hoztál nekünk jó hordáróidat, azt egyből meg fogjuk venni, ha van. Persze, hogy nincs, megcsinálok. Na, amúgy vagyok, hogy akkor fémet, meg bioplasztikot, azt jó lenne venni. Legalábbis fémet mindenki, bioplasztik, mondjuk az is jó lehet. És adunk érte rengeteg orvosi alapanyagot, illetve némi kaját. Hát egy... Ennyit adunk érte, és akkor cserébe még kérünk egy kis pénzt. Nem fog tudni kifizetni a kereskedő. Így jó lesz. Sőt, nem. Zsidó vagyok. Így jó lesz. Legalább kapunk egy kis pénzt is minden, szóval jól állunk. Hamarosan már legalább tudunk egy értelmesebb kutatást is. Jó, is mi megy a tévébe. Híradó? Híradó. Yep. Ahogy látom, ugyanaz mindegyikbe. Legalább erre gondoltak a készítők, hogy a tévébe... Hogyha már egy szerencsétlen csatorna van, mert szerintem csak egy szerencsétlen csatorna van, akkor ugyanaz menjen. Szóval nem ez a késéssel, de ugyanaz megy, hanem ténylegesen ugyanaz egyszerre. A folyosó itt mindjárt elkészül, aminek eléggé tudok örülni. Itt a folyosó rész már megvan, ide kellene még fém, illetve fém és bioplasztik magához a étkezőhöz. És egyszerűen is ennek aját vigyem már ki valamelyetök. Köszi! Na jó, kell mégis ez a biodóm amúgy, mert ez így kicsit tényleg megöli az egész helyzetet nálunk, úgy vettem észre. Közel. Hát a multidóm, nem biodóm amúgy, hanem multidóm, az jöhet szerintem ide. Nem túl nagy nyersanyag igénye van, szóval ki fogjuk bírni. Energiaügyileg a kérdéses, hogy mennyire tudjuk tartani, de ahogy látom, fel tudjuk bőven tölteni nappal. A készlet. Ahogy látom, ez a három kifogyott, és még ebből egy kicsi fogyott, szóval ha ezek is meglesznek, akkor valószínűleg négy kifogy, és akkor három tartalékunk még van. Viszont ezek, ezt meg kéne javítani mindenképpen, ez már megvan, de azt meg kéne javítani mindenképpen. Ja, hát egy nyomvat workernek kéne itt már csak dolgozni, ez semmi más dolog nem lenne. Mi van? Mi van? Jó, ezt nem értem, ez magas nekem. Ahogy látom, a kereskedő úgy döntött, hogy ő nem várja meg azt, hogy kipakoljak. Vagy nem tudom mi volt, de oké. A robotgyár az mindjárt meg lesz. Te meg ráparkolsz a dolgokra, oké, hiszek én neked. Hoztál le egy biológust, aminek örülök. Őszintén ezt a kettő szerencsétlen film kéne ide, és azon kívül minden megvan, de ezt amúgy nem értem, hogy ez most mi, de oké. Okay. Lehet, hogy telívül bassza pont a meteor. Így tönkre ment az egyik napelemünk, azzal minél gyorsabban kéne valamit kezdeni. Van esetleg itt valaki, aki dolgozna? Mondjuk úgy komezi hirtelen? Egy... robot javítót lerakunk elsőnek, egy elég lesz, illetve egy darab robot gyárat lerakunk egyelőre. Ez nem egy akkora nyersanyag igényes dolog szerintem, de azért jó lenne, ha kicsit belehúzzanak, és végre van, aki csinálja a javító alkatrészeket. Kereskedő. Milyen robot? Carrier, tökéletes, te rád szükségem. És semmi más nem veszünk, viszont eladunk neki egy rakat dolgot, mert csak azért is, mert ott van minden a seggébe, a hajónak. Te milyen robot vagy? Bányász, jó, megveszük őt is. Mégis miért ne alap? Másrészt nem veszük meg, úgy döntöttem, hogy nap. Ellenben minden más eladunk, és akkor rengeteg pénzt szerzünk megint. Nagyon akarnék egy komolyabb kutatást venni, akkor tudnék, de most pont nem az a szélturbin lesz. Ez, ami nekem annyira fog kelleni, ugyanis egy full szélmentes bolygón akkora hasznát látom, mint macskának a fűnyíróra. És pont ehhez kell egy ilyen szemi valami. Köszi. Jó, akkor legalább tudjuk, hogy ehhez a részleghez is fog kelleni valószínűleg jó nagy százalékkal. És nappal van? Ja, most kezdett el nappal lenni. Ugye meglátjuk, hogy ennyi is fölbírja tölteni őket, ha nem, akkor valószínűleg minél gyorsabban meg kell javítanunk azt a napelemet. És amúgy itt közben hogy állunk?
Ó, kész a mutidom. Ezt még mindig nem építették meg itt alattunk amúgy, de oké. Ez fém kell. Ivókút. Azt azért adjuk minél gyorsabban neki. Egy ilyen asztal. Egy növényes. Jó, egy darab fémet kibírunk. Hogy állunk? Vízügyileg jól állunk. Energiaügyileg ezt feltöltötte, ezt most töltődik. Jó, és közben elkezdtük megjavítani, szóval nem vészes, de nagyon fog kelleni amúgy az, mert anélkül úgy néz ki, hogy nem nagyon tudnak föltölteni. Kicsit boldogtalan egy-két emberre, jó, mondjuk ez a részleg itt eléggé fog rajta segíteni, hogy itt a boldogság teljesen helyreálljon. Valamint ide kettő szerencsétlen fémre még mindig nagy szükségem van. És ezt meg kéne javítani. Van javítóalkat részünk? Nope. Nincs javítóalkat részünk. A újonnan megvett robotunk viszont szar. Pityu pityu, szar vagyunk. És tudom már, hogy mi ez a semiconductor, ez a robotok alkat része végül is, ahogy látom. Jó, akkor ez így jó lesz, itt nagy erőkkel fogjuk gyártani a hordádroidokat. Energiügyileg, mindent föltöltöttünk, most már akkor elvileg ki fogjuk bírni. Hú, ez mennyi energiát fogyaszt, ezt nem is néztem meg. 3, ezt nem tudom, de valamennyit biztos, hogy azt. Nos, 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 nos. Amondó vagyok viszont, hogy lassan itt lesz a videó vége. Remélem tetszett a videó, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!